Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a tisztelt irodalom szerető viselkedő közönséget. És hát mivel Mikesi Tamásból csak egy van, jelenleg eltűnt. Ezért igaz, hogy van olyan, hogy megjelenik valaki. De én azt mondom, itt van a csíkos pulóver Tamás. És mai estének a jellemzője az az volna, ami megteremtette igazából az egészet, itt négy fiatal, az ő lelkesedésükből született a ma este, mert Esztergomban egy hónappal ezelőtt egy irodalmi estet tartottunk Bodri Ferenc irodalomtörténésznek az emlékére, és az a hív, az a szeretet, ahogy ők a verseket kezelik és a szövegeket, azt szülte meg, hogy próbáljuk meg ezt a műsort több helyre is elvenni a Dunakanyarban, és hát természetesen számukra is kedves, és nekem immár a második otthonom, és annak előtte is az volt egyébként. Visegrádra örömmel és szeretettel jöttek. Bemutassam be őket, Mészáros Patricia, Müller Mátyás. De hogy ilyen baráti, szeretetteli környezetben vagyunk, ezért megosztom, hogy Messzes Claudia mai napon 20 esztendős. Vas Istvántól származik, de direkt olyan apróbetűvel írtam, mert akár Babics Mihály sorai is lehetnének, de akik itt ülnek, nyilván a szívüket megdobbantja ez a néhány sor, hiszen sokat idézik és sokat hozzák, pláne ősszel. És hogyha azt a sort, hogy úgy, ahogy itt lélegzelni, látni sehol se lehet, nincs ilyen ég se, csupán tanulni a földje fele. Párás őszi időben kék színű, zöld színű zombok, halk, aranyos szél és ki pirosló, sárga falombok. Lent a Dunán megvillan a lassú, kezű színű hal. Az ember, amikor egy irodalmi estet gondol végig, akkor azt is átgondolja, hogy mit jelent az, hogy lélegzeni és látni, és egyáltalán élni. Talán ez a három különösen összefügg, hiszen a lélegzés nem csak az oxigént jelenti, hanem a szellemi-lelki táplálékot is, amely szó szerint éltet. És itt, mint hogyha ezzel a néhány sorral kerülne különleges dialógusba, Babics Mihálynak egy nagyon szép versimből a következő sor, hogy kinyúlhat égig a lélek. És ez a kettő valahogy párhuzamba kerül egymással, mint hogyha azt jelenteni, hogy élni csak úgy lehet, hogyha a lélek igazán az ég felé tud kinyúlni, hogy kinek mi az ég, egy találkozás, vagy egy csoda, vagy egy szerelem, vagy mindenható Isten felé való kitárulkozás, ez azt gondolom, hogy mindenkinek az életében más és más. És máskor és máskor jön el, de talán ennek a két sornak a dialógusa ezt az eszenciát mindenképpen meghozza. A irodalmi esnek a címe, talán ez is lehetne egy jelhagyó Esztergom barátságunk, és olyan büszke lennék, ha ez az én kifejezésem lenne, de nem, hanem Bodri Ferenc találmú írta Babics Mihály és Enzinger Ferenc kapcsolatára, hiszen egy olyan barátságot példáz, mutat be, ez a tört, az ő kettőjük barátság története, szóval ezt mondani, amelynek bőven nem csak távjelenléke, hanem egy nagyon komoly és nagyon szép levelezés is hozadéka. És hogyha ezt mutatjuk, hogy mi minden tartozhat a jelek alá, akkor természetesen a jel lehet egy emlékkönyvbe való bejegyzés is. Ugyanis nem csak Enzingerék a nagy esztergomi barátok, akkor úgy készültem, hogy ilyen fogom kezelni, mert ilyen apróságokat állítottam be, hogy itt a ház körül 1924-es állapotot látunk,
az esztergomi előhegyen, hogy ilyen volt, amikor megvásárolták, úgyhogy látjuk is, hogy azért itt tennivaló akadt elég, tehát nem csak egy alkotó hely, egy alkotó térként szolgált ez Babicsnak, hanem egy olyan terület is természetesen, amely számos fizikai teendőt is magával vont. Úgyhogy bőséggel a barátok ezen a területen keresztül érkeztek elsőként, ugyanis a megvásárlás után, mi májusban azt a hírt kapták Babicsék Esztergomból, hogy bedőlt a házat az egyik fala. És akkor rögtön ugye körülves mester fogadván, már is az első baráti család, az Olajos család lett, akiknek a gyermekei között Olajos Marian és Olajos István is szerepelt, mert sajnos egyik sem él, de volt szerencsém mind a kettőjüket megismerni. Ilyen bőbeszédő, igazi, mesélő, kedvű idős emberek voltak, akik nagyon sokat meséltek a Babicsékkal való kapcsolatukról. Ők meséltek aztán, hogy talán a legfontosabb baráti kötődés volt az Einzingeréké, Einzinger Ferenc és a felesége Juliska, akiket majd a levelezésben egyébként gyakran hallhatunk is. Az ő lányuk volt Einzinger Dívia, aki noha ma 100 éves, mégis azt a nevet birtokolja, hogy baba, ugye nyilván ismerünk ugye ilyen elnevezésű időseket, akik még gyermekkorunkból valahogy ez a percemnél rajtuk maradt. A 100 év pedig elég jelentős, azt gondolom, de főleg azért, mert hogy szellemi és lelki épségben eltöltött 100 évről van szó. Most nem olyan rég hallottuk sajnos, hogy most már ugyan a fizikai egészség megtört Lili nénének. De én azt gondolom, hogy ha a Babicsé valamit hozhat, az az ő örömmel mindenképpen, mert mindig tudósítom róla, hogy mi történik, és nagyon nagy örömmel fogadja, hogy a család történetével ilyen család történetével kapcsolatban ilyen az érdeklődés. És aztán utána Lili néni azt meséli, hogy hát Franciskán volt egy barátom is, akit úgy hívtak, hogy Bözsi, sajnos már ő sem él egyébként, de őt is megismerhettem, aki szintén nagyon különleges történeteket mesél Babicsról. Az első az, hogy amikor ő gyerekkorában Babicsékhoz ment, Ildikóval foglalkozott egyébként, picivel idősebb volt, mint Babics Ildikó, és az volt az első kérdés, nagyon zavarban volt, tudta, hogy Babics ugye nagy költő. Akkor felment az előhegyi házba, akkor csak annyit kérdezett Babicstól, hogy hát szeretném megkérdezni, hogy hogyan szólíthatom. És Babics erre azt válaszolta, hogy szólítson engem, mivel mindenki engem tanárnak szólít, hogy hát szólítson ő is, hogy legyek akkor tanárul a hétköznapi diskurzusban is. És a, hát az autó most, vagy hát nem tudom, biztos, de a szíveket megdobogtatja. Sokra számot nem tudok, amit családunkban nagyon jól tudják, hogy az autó számokat, de egészen a tizedes részekig, hogy esztergomiak talán megismerik, és hát itt sokan jutunk olyanok, akik napi szintű esztergomba járók vagyunk, hogy a Bámi úton vagyunk, a Dobó gimnázium fölött, nem messze, és ez így nézett ki, a 90-es években az Einzinger, a 90-es, vagyis 70-es években az Einzinger pince, és én nem is gondoltuk volna nagyon sokáig, hogy milyen értékes részleteket rejt, hogyha besétálunk a hajdan volt Einzinger pincébe. Ez a helyes kis lába újra, ugye valamit beleszól a képnek a terébe, de minden esetre, amit én el tudok mondani, egy elég fontos mondat, akár Horácius is írhatta volna, hogy éj, ezt üzemi a pince festő felénk, és a hajdanból pince látogató felé. Éj, így áll, vigadjunk, örvendjetek én velem. Ez volt az első mondata. És hát Einzinger Ferenc, aki kifestette hangulatos képekkel, ott egyébként a felső képen a Dunakanyart is lehet, Dunakanyarnak a vonulatait lehet látni, és hát a borozó vidám hangulatot. Itt az a kicsit pocakosabb úr, nem más, mint Einzinger Ferenc, aki Einzinger Sándor, aki Einzinger Ferenc testvére volt. Nem tudom, mennyi bort kell megírni, hogy az ember jól olvassa ezeket a sorokat, mert hogy nem csak ilyeneket, hanem még ennél cifrábbakat is jegyeztek fel. Természetesen mind a költészetbe mártogatva, tehát ennyi a mentsége a szövegeknek. De szeretném akkor megkérni az első részletre, amit idézett el nekünk. Sok és nem görbes üdvözlet az olvasónak. Imez borház, Hulbó pince,
Ezt cintermének falát különb-különb díszes pingálmányokkal ékesíté nagyságos Lévibeli Ferenc és vitézlő nem vágyaki Cornélius, Esztergombeli cégbeli képíró legények, tekintetes Főbolnári Ferenc iskolamester kontárkodásával, Skatóka ecsetbojtár körül állásával, mély tisztelésük jelével a hordókacsú pincegazda iránt. Az úr 1929. esztendejének őszelő havában, bőszület vártában. Mikoron Dávid zsidó király keményen megverte vala az felnagy Góliát ember, kerítés és palák nélkül vala az zsidó köröme. Hebron rózsái csörgőket kötöznek vala lábukra, aranyos ikrik fedőket vevének kezükbe, és keményen csapkodának kettőket egybe. A zsidó sihetedek fózna sípokat fújnak vala, és hangosan énekelnek vala. Jó úrunk, az pince gazdag Sándor, imez Dávid, ki meggyőzte vala jó szívével és tüzes borával Esztergom falujának minden nemzetségét. Ihol az tenyerünket verőknek nagy ármádiájába lépni nekünk meg ne tiltassék, nyelvünkre lakatvas ne tétessék, hogy teljes szívünkből kiálthassuk. Vivák! Banzáj! Zsidó! Iránk! Úr születése után 1929. esztendőben. Lapozhatunk. Hát a költői sorok is felkerültek a falra. Egyrészt az Einzinger család címmel látható a visszavezetés évéig, és akkor az idnékette mámorok kumája, idnéket mámorok anyagod, ugye hová nem olyan nehéz kikeresni, mert elég csak a csodálatos internet sorába két szót beérünk, nem kell nagy filozók, vagy nem kell nagy irodalom is felülnek lenni, sajnos, hogy ilyen szempontból, mint a régieknek, akik csak fölütötték keresvén a boros verseket, hogy nyilván Petőfi Sándor korai költészetében keresgélnek, és a Felköszöntés című versből idézik ott a pince falán mondjuk. Egy olyan szület alkalmával, amikor tényleg az Einzinger pincében nagy születek voltak, rengeteg szület előtt hívtak meg napszármost, és fantasztikusan finom gulyásteveset készültek rétessel, úgyhogy aztán utána a háznak a gazdájába voltak, és akkor ebben a pincében folytatták a mulatságot. Ilyen parancsokkal látják el a borozót. A búbánat gonosz vendég, rossz madár, a kebelbe életet, vért lopni jár. A búbánat szívet rágó ürgefi, borral lehet, borral kell kiönteni. Ilyen kellemes jó parancsokkal látunk el. Még a kunkhálók már jelzik, hogy ugye amikor Olajos István fotókat készített róla, akkor már azért elég rossz állapotban volt. És ami siratója is ennek a háznak, hogy hát jelenleg egy hasonló épület állott egyébként, mert az volt a kívánalom, és ezt, hát igen, most nem lehet mondani őszintén, de hogy tehát az volt a kérés, hogy ugyanolyanra építsék vissza, mint ami volt, de mégis azt tapasztaltuk, azt nehéz kaptuk, hogy ezeket a feliratos falakat, mint hogyha egy ilyen erősebb oldalszél ledöntötte volna. De nem tudjuk, hogy miért nem láthatjuk ezt ma Esztergomban ugyanúgy annak idején, pedig hogy tényleg erről szólt a megállapodás. Majd ezt, ha valakit érdekel, akkor személyesen elmesélni. De egyébként a legtöbb tisze a találgás fal volt, amelyről látjuk is 1923-as felirattal, hogy mikor készülhetett. Valaki szemérmetesebb, aztán a későbbi évek során a profilból látható hölgyet ráfestett egy ilyen fehér színű fürdő bikinit, hogy takarja a bájait. Hát nem mondom, hogy a sikerült, mert a fővonalakat jól lehet követni. Mindenesetre a falnak az egyik legnagyobb értéke, akkor mentünk tovább. Bekarikáztam, hogy jól lehessen látni, hogy a fal őrizte Babics Mihálynak az aláírását. És hát a többiek itt alul, hogyha látjuk, Seider Hugót, aki festőművész volt, vagy Poditek Piros, vagy talán inkább a Poditek Pártnak a felmenői között keresendő, de érdemes lenne elbogarászni a nevek között. Ugyanis ez az a fal, amelyet, amikor Babics itt járt, valószínűleg 1926-ban, amikor megpillantott, akkor nagyon megnyerte a tetszését, és megkérte
az oda látogat, ahogy a saját házába is készüljön ez a fal. Most itt két aláírást láttunk, egyet menjünk vissza még egyszer, légy szíves. Visszafelé. Kettőt. Hogy viszont más színnel látjuk, ugyanis a Gábor itt, mint meghívott vendég, azért is van itt, mert annak idején ott lakott a vállalatban, és kiszúrta, tehát észrevette, hogy ez a fal ott egymagában áll, és akkor oda hívott néhány cserkészt, és megkérte őket, hogy pauszpapírral másolják le ezt a falat. Tehát gyakorlatilag innen tudjuk, hogy a fotókon túl természetesen, de ugye a filológiai pontossággal innen tudjuk, hogy kik szerepeltek az aláírásfalon. Gyönyörűen átírták a fiatalokkal, és hát a méretét én nem is tudom, de hogy hány ilyen pauszpapír, 72? 50 ilyen pauszpapír van, amiből elhozott itt bemutatni kettőt, hogy milyen jellegűek is ezek. És akkor ha tovább hajtunk, akkor Babics Mihály, Török Szofia aláírása is látható volt a falon. Ezek Gábornak a pauszpapírjai, tehát na, a történet tovább bodrozódott. Ugyanis amikor megismerkedtünk az Einziger családdal, akkor Gábor azt az ajándékot találta ki a családnak, ahol a 100 éves Lindy néniről meséltem az előbb, hogy lefénymásolta a pauszpapírokat, és elvitte ajándékba az Einziger családnak. És annyira örültek, hogy a régi pincéjüknek a falát, mint nem tudták, hogy ugye összeomlott, hogy ilyen módon összeragasztották, és a lépcsőház, tehát Pasaréti úton, egy lépcsőházban az így díszleg, most jelenleg nem merét festettek és levették, de ekkor előbb volt számomra ez. És hát a fal felső részén szintén pedig sorra, új pohár, boldhár, baráti, új pohár, ismét újabb az előbbi a lejárt. Akkor ez az a fal, ami már viszont az emlékházban van, és hogy sokan kérdezik, hogy mit jelent az, hogy ezt a falat elkészíteni. Hát a régi 28-as képen lehet látni, hogy tulajdonképpen ezeknek a girland motivumoknak az elhelyezése volt Einziger Ferencnek a feladata, és hát magának az egész fal struktúrának a kialakítása is. Egyébként ma már paraboloidos táblákra helyezték át, mert azért már közt néhány felújítás átment. És nagyon sokan felsúhajtunk és csodálkozunk is, hogy ezt a falat még senkinek nem jutott eszébe megrongálni a nagy grafikus időszakban, még van egy gyerek, aki persze ráfirkált cedulával, de nem orvosolhatatlan a helyzet, úgyhogy ma is viszonylag azért szépen láthatom, hogy volt egy olyan kis kiegészítés, amit azért azonnal lehetően. Ezt is majd visszak össze, akik érdekel, lehet tovább menni. És hogy mit is jelent, tehát itt látjuk magát a sokat emlegetett Einziger Ferencet, és Babát, aki ilyen kedvesen ül 20-as évek végén a Babicsáznak a lépcsőjén, és fölül pedig a jóval kisebb Ildikót, aki egyébként 80-as években már elmúlt. És itt a mai állapotában egy kis hangulatidézés egy esti fotón. És a hiányvagyó barátság az nem csak azt jelenti, hogy leveleztek, hanem hogy Einziger Viviának volt egy olyan ötlete, vagy talán nem is ötlet, hanem a korszaknak a divatja, hogy aláírásokat kérnek, és sokszor leveleznek erről, hogy kéri Einziger Ferenc Babicsékat, hogy kérjétek a kislányoknak aláírásokat azoktól a nagyoktól, akikkel hát találkoztuk, ugye eltek között, nyilván ők is szerepelnek. Másik pedig, hogy készítettek Babicsnak egy széket, Pából, amelyre a nyugatnak a Mikes Kelemen emlékája kerültetett föl. És hát ezt a felújítás során a szintén itt ülő Gábor kifestette, és ma is látható az Einziger házban. És hogy kik is voltak ezek a lányok, sokat emlékeztek Baba és Kovács Erzsi, ezt a képet kaptam ajándékban Erzsi nénitől, aki tényleg a semmiből, csak úgy rákérdeztem, hogy és Erzsi néni nincs meg véletlenül régi fotó, és egy igazi fekete dobozt elővéve ezeket a fotókat szedte elő, mehetünk tovább. Másik is, a kis Dunaparton hajókázva. Ezeket ilyen hangulat felülnéző erővel hoztam. És hát ha emlékeznek ott a nevek említésére, akkor Olajos Marian is egy jelhajó barátság lehetett, mert az emlékkönyvében olvassuk a sorokat Babicséktól, titkos láncmű lát a földön, összekötő a kiú. Azt gondolom, hogy ez nem kevés szomorú esten igazgatható sor lehet, akik esetleg valamilyen szomorúságot élnek meg itt az adott napon, mert ez egy nagyon szép mély sor, mehetünk tovább. És ide eljutunk, és akkor hadd szóljunk egy szót arról, hogy mindennek a barátságnak a történetét Bodri Ferenc
irodalomtörténész, aki művészeti író volt, és nagyon különleges, egyedi hangon nyúlt mindig a tárgyához, a témájához, hogy én arra gondoltam, mivel hogy nagyon tetszett az az önéletírása, amelyben ő magáról van, néhány sorban, nem a teljes írás egyébként, akkor ezt tesz majd így felidézni. 70 sor, egy világkrónika belefér, a kezdettől a végtelenig. Fokozódó gyanakvással említeném a delfói feliratokat, ha idézném a sorszám felére elég. Elfogadta vagy megtartotta-e teljességüket valaha bárki egyáltalán? Amennyiben mégis, nyomban elért a megváltódáshoz, a Szentírás könyvek valamelyikének apostola lett. Az emberiség, az ember históriája lényegében az elemi életszabályok tagadásának története, minden további szó tudóskodó adalék. Cipészmestere édesapámat 56 évvel ezelőtt láttam utoljára, amikor 2000 társával civilként igazoltatni terelték az oroszok. Magára maradt édesanyám határtalan áldozatvállalásából jutottam a diplomáig és tovább. Példaképeim sora végtelen. Mindmáig eleven a visszatérő remény, hogy esetleg közeledésem hasonló nyíltsággal fogadta a már eltávozottak közül Kassák Lajos és Bálint Endre, Fenyő Miksa és Csészabó László, Vászarevi és Nagy Laci, talán a többiek is. Baráti találkozások jó emlékét őrzöm, és szeret. A derűsen áttetsző bölcsesség szeplőtelenül áldott példáját mégsem körülben tapasztaltam, bár az övék is kivételes, hanem Nyergesi István naív képzőművész sugárzóan egyszerű bájerében, aki közel fél évszázadon át az Eternit gyár palavágója volt. Delfójról talán sohasem hallott, a vajóti öreg templom falain pedig gyakori témája volt, nincsenek feliratok. A derejes 70 felé közelítőn kéretlenül és váratlanul belesodródtam néhány kiki csuda és kortársi adattár címszavai közé. Ha netán az adalékokra is kíváncsi lenne valaki, egyben kitartó, valamelyikben megtalál. Embert tám nem ölten eddig elé, a kívánatos életszabályok betartása tárgyában ezt állíthatom. Szívós és kitartó lehetek, bár az önbizalmam csapnivaló. Legszívesebben olvasgatok. És hát azt szeretném itt nagyon röviden elmondani, hogy mi is az egy személyes kapcsolódásom ez a levelezéshez, amelyben Babics és Enzinger Ferenc levelezett, hogy arra kért az egyik mutatónk, meg is szeretném őt mutatni a fényképen. Itt a Téglás János pár nappal ezelőtt volt a Babics házban. Arra kért engem, hogy amit én is tudok, ebből a levelezésbe írjam be, és átültem az anyagot Budapestről Esztergomba. Én mint egyetemista alig vártam, hogy elolvashassam ezt az anyagot, és az első ember, akivel Esztergomban a buszvégi állomáson találkoztam, az Bodri Ferenc volt, aki megkérdezte tőlem, hogy Franciszkát akkor elhozta azt az anyagot, amelyről szó volt, és hát rögtön átadtam neki az egészet szerencsémre, mert hogy minden tudását, amit az egész életében felhalmozok, az beledolgoztam, mehetünk tovább. És hát itt vannak a nevek, hogy kiki szerepel ebben a történetben, mehetünk tovább. És a levél egyébként ilyen módon elkerült tőlem, és Bodri Zsuzsáéknak, a Bodri Nyitvai Zsuzsáék szövetetéből, amikor a Bodri Ferenc hagyatékát átnéztem, akkor nagyon megható volt az a pillanat, amikor az a boríték az ölemben villott, és a 6 évvel ezelőtt kiadott anyagot visszakaptam, benne Bodri Ferenc valamennyi tudásával és jegyzetével. Nem, az ember ilyenkor egy picit zavarba jön, nem tudja, hogy valami égi vezetéshez, vagy valami eleve elrendelt dolog az életében, hogy ezzel az anyaggal találkoznia kell és folytatni kell a munkát. Mutatom, így néznek ki egyébként, évre lebontva feldolgozta ezeket Bodri Ferenc, és egy vers, 3-4 soros verssel megemlékezünk erről a hangulatról, mit is jelent, amikor az ember versenyben van az esztendőkkel. Múlt a nyár, és telt az ősz, s a házak állán télelesztett jégszakát. S jött az új tavasz, s az évek így suhantak. Én istenként, ég és föld szőlője, sződekre minden bogárkádat. Engem is majd, kedves ember,
s szűrd ránk szent éjszakát. És akkor az első levélből, amely egyáltalán nem irodalmi témájú levél lesz, sőt kifejezetten olyan leveleket válogattam össze, amelyekben sokkal inkább az a hétköznap, az ember köré szerveződő élet tükre jelenik meg, amely mindannyiunkat jellemez, és mindig az a kérdés, hogy ezekből hogyan tudunk kitörni, hogyan tudunk a cég felé tekinteni. Mint például az első ilyen üzenet, amely Babicstól született. Kedves Feri, Ilonka azt mondja, hogy jobb lesz a készvájú. Nagyon kér téged, hogy légy szíves ezt megrendelni. Ha holnap felhozhatnánk, az nagyon jó volna. Vasárnap elutazunk, és lehet, hogy csak hétfő délután jövünk vissza. A vájú ügye azonban nagyon aktuális, mert a kiskacsák minden pillanatban kikeléssel fenyegetnek. Még egyszer köszönöm szívességedet, üdvözöl Mihály. Mit is jelent jegyzetet írni? Én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, lapozgatunk és ismerjük ezeket a könyveket, ahol lábjegyzettel meg kiegészíti a tudós, hogy mi mindent tud hozzáfűzni a Babics életműből. Bodi Ferenc hozzáfűzi. Egy picit egyébként ezek az indexelések, ezek a szövegek úgy működnek, mint a hipertextek, tehát az internet tulajdonképpen semmi újat nem talál fel abban a szempontból, hogy úgy működteti a szövegeket, mint ahogy azoknak az az elemi életük. Tehát, hogy az egyik szöveg kapcsolatban van a másikra, az egyik szöveg utal a másikra, és az egyik szöveg előhívja a másikat. Ez egy rendkívül modern, három gondolva elmondta egy nagyon komoly irodalom elméleti textust, amiről cikkek ezzel szól manapság. Na most Bodri Ferenc hozzáfűzi Török Szofi naptárában, hogy valóban ezen a napon ki is kell tenni. A következő levél pedig is, ami segít nagyon kertelmel sokat, hogy Török Szofi írja Einzingeréknek, és a levél szövegébe néhány szép irodalmi részletet is hozzátettünk, mivel nagyon oda hívta a levélnek a szöveget. Kedves Juliskám! Napról napra készülök nektek írni, de annyi mindenféle ügyem van, annyi vízit és más társadalmi utálatosság, hogy mindeddig nem jutottam hozzá. Pedig tudtam fenyegetően közelgő névnapodról, a kedves és figyelmes Bayer misszió voltából, és most sürgősen neki ültem, hogy legalább az utolsó órában beérkezzek gratulációmmal. Drága Juliskám, minden jót, boldogságot, egészséget kívánok neked, s miután a legnagyobb boldogság számomra egy pirinyó gólyás baba lenne, magam hiába vágyakozva rá, hát Isten neki, mint jó barátnő, ezt is neked kívánom. Mégpedig hamarosan, és már ezúttal is jó előre, bejelentem keresztanyai igényemet. Pici lény, Ildikó, miért nem lépkansz, kis Rigó? Mit bámulszol komolyan, szemed száját épp olyan, mintha mélyen elmerülne, egy riad kis néző ülne, puha párnás fáholyában, a világban színházában. Mi is folyton készülünk Esztergomba. Én sokszor szinte már fizikai fájdalmat érzek a vágyakozástól, és alig győzöm várni a tavasz, amikor édes, imádott városkámat megláthatom. Jól esett! Szabadon nézni szét az esztergomi dombról. Engem a szemem köt össze a világgal. A tág, szabad látogatár előtt úgy érzem, hogy itt állok megint az élet közepén. Gondolatom szabadon legelész, mint a kifogott lovak. Szükségem van erre a korlátlanságra. Európa harmadfélezeréves irodalma úgy terül el ragyogva előttem, mint egy ilyen nagyszerű tájkép, kimeríthetetlen gazdagságban és mégis tökéletes egységben. Szabad, eleven és összefüggő képzelődésnek érzem. Ahogy egy domb fölött állok, szemem egyetlen pillantással röpül át a Dunán. S hiába mondom neki, hogy ott már rám áll, és új ország kezdődik, ő egynek látja az egész tájt, minden tarkaságával és változatával. Így látom én együtt és egyszerre az egész európai irodalmat.
vizsgám. Még egyszer minden jót kívánok. Babával együtt csókollak, Feri sokszor üdvözlöm. Ja, igaz? Mit gondolsz? Nem folytatok így drága befőtjeim? Ott a magas vendégszoba asztalánál van. Mert nem tudtam, hogy a fagyban elreped az üveg, és nem pakoltam be őket. Csókollak, Ilona. Kedves Ilonka és Mihály! A nagyon elfoglalt Alexi felássa a zöldségnek szükséges részt, és átvizsgálja az egész telepet. Fát, bokrot megpucolja, és a borsót, zöldségmagvat, nyári, téli is felújított sóskát elveti. Úgyhogy mire ti jöttök, a legszükségesebb tavaszi munka rendben lesz. A drága befőzötteitekről való véleményünket nem merem leírni, csak annyit mondok, hogy a mi kútunk úgy befagyott, hogy három darab lett belőle. Ez csak egy közlevetett értesítés, nem igazi levél. Majd ilyen is jön. Kész csók és üdvözlettel. Fej. Jó hallani, ahogy ismerős gondolatokat nem jutanak meg ezek a levelek. Ezek is az esztergomi háznak a történetéhez tartoznak. És a következő is, kérem a következő képet, amelyet Enciger Ferenc és Babicsnak 26 márciusában. Amikor ezt hallottuk az előbb ezt a levelet, természetesen amikor ugye a tavaszi munkákról is szó van, és akkor hadd mutassunk meg egy jegyzetet, amelyet Bodő Ferenc írt a levelekhez, hogy ki is volt ez az Alexi, bele mélyedve egy kicsit itt az első világháború utáni kultúrtörténet, inkább ilyen szociográfiai adat, hogy ez az Alexi, Esztergomba letelepedett hadifogoly, aki aztán itt is maradt, jól érezni magát, meg egyetlen munkát talált, meg családot alapított, és hát ezt Enzinger Ferenc levelezésével Bodő Ferenc beletűzi. A következő levelet, kérem szépen Díját, október 3-án írják, akinek a Ferenc ismerőse, az gondolhat arra, hogy talán egy névnapi köszöntésről lehet legyen szó, mert így is van, és egy csalás viszont teszünk, aki itt volt egy évvel ezelőtt a Magyar László és Kálazi László emlékére rendezett irodalmi esten. Emlékszik, hogy ezt a papírmasét el is hoztam, megmutattam. Így most egy picit csalunk, hogy egy 27-es névnapi köszöntő kapcsán előhívjuk a 26-os ajándékot, és meghallgatjuk a névnapi köszöntő szöveget is. Kedves Ferikém, mivel személyesen nem volt alkalmam, mondjad meg, hogy így kívánjak névnapodra minden szépet és jót, és így búcsúzzak tőled addig is, még vagy Esztergomban, vagy Pesten, viszont láthatjuk egymást. Sok meleg kézszorítással szívből üdvözöl, Mihály. Kedves Ilonka és Mihály! Szállás el van készítve, várunk benneteket. Üdvözlettel, Feri. A képek egymás után jönnek, mert hogy ez a levél, hogy Enzingerék Budapestre üzennek a Babicséknak, hogy a szállás el van készítve, az azt jelenti, hogy minden évben ők készített rendbe tartak, előkészítették a kertet a tavaszi munkákra, és valószínűleg ekkor történhetett az, egyébként ezt a fotót nem nagyon ismeri a Babics kutatás, mert ezt is úgy ilyen üveg negatívról sikerült, hát nem a jó minőségben, de beszkennelni. Valószínűleg egy ilyen alkalommal Enzinger Lívi néni baba lekattintotta a náluk járt Babicsékat. Látszik, hogy ugye igazi átmeneti idő van, most vagy április, vagy október, nehéz eldönteni. De hogy amikor ilyen hideg volt, akkor nagyon gyakran lent aludtak a városban Enzingeréknél Babicséket, és ott mind a két kép egyébként náluk készült, az egy nyári kép a másik, mert nem csak szállást vettek náluk, hanem nagyon gyakran ilyen baráti összejöveteleken is együtt időztek. Enzinger Ferenc látható, Török Szófi és a kicsi egyéves Ildikó van a kezükbe, ugye, aki bizonyára mindenki tudja, hogy egy örökbefogadott kislány volt, és hát a sorsát ez eléggé meg is pecsételte. De nem ez a az állapot, nem ez a létállapot, hanem sokkal inkább az, hogy felnyíló tolmácsolták ezt a örökbefogadás, ennek az örökbefogadásnak a tényét. Kint voltam a birtokon, és azt észleltem, hogy számottevő almatermésre van kilátás. Az újvári telken túl egy új ház épül az idén, és a vállalkozó kőműves felülről látva az almafákat, ajánlatot tett nekem a megvédelmet. De mert könnyen szállítható téli almáról van szó, úgy gondolom, hogy ezt ti is tudjátok használni.
mert látába csomagolva hajón, bajos úton le tudom küldeni. Ma még nem aktuális, mert életlen. Abban is bízom, hogy mégiscsak le fogsz ide jönni addig, és majd a részleteket megbeszéljük. A ház belső részében pókok tanyáznak, ettől eltekintve különös észrevételem nincs. Kész csókkal, Feri. Ma reggel, mikor könyvelszobádba léptem, sütött a nap, s te keretbe zártam mosolyogva intettél felém. Kezedben szivar, s mint régi jó ebédek után vidéki úrként füstölöttél. Elégedett mosollyal, ó drága, titka mosollyal arcodon. Sütött a nap, aranya elöntött, s körülötted a könyvtár polcain, mennyei dicsfényként aranyló almák ragyogtak. Esztergomi almák mosolyogtak veled. Elhozva néked illatos ízei derűs emlékezetét, régi boldog nyarak, dús gyümölcse csillogott ékszerként körülötted. Bűvölten álltam meg előtted, elmerülve ragyogó almák között, ragyogó egészséges mosolyodban. Ó, rövid boldogságunk elsüllyedt világa! Esztergomi almák, esztergomi nyár. Lámkönyveid közül bizakodom mosolyogsz a világba. Gyanútlan mosolyogsz, és semmit, semmit nem tudsz jövendő iszonyokról. A kegyes idő megállt kedvünkért, s rohanó képei közül kiemelte a drága, derűs pillanatot. Mézes lusta gyarak jól lakottan nyújtózó nyugalmát. Ó, drága, édes, egyszerű testi nyugalom! Én is intek neked, s kinyújtom érted kezemet. Jöjj hát, kedvesem! Lépj ki a keretből, és ülj le a mélyülő régi fotelbe. Nézd, hogy lekked a kék lány a kávéfőző alatt. Nem sokára már bugyborog. Finom mókka illatot permetezve, ott szeretted együtt lángját s illatát. Itt a passziánsz is. Várj, majd kirakom én. S te állj meg én, mint régen annyiszor. Kidesni, mit teszek? S én majd zsörtölődök. Ne szólj bele! Ne zavar terveimet. De te nem állhatod, nem ám. Izgat a játék. S orgul szugerálad ujjaimat, s szemed úgy követi kártyák mozgását, mint macska guruló gombolyagot. Jöjj hát! Esztergomi almák vidám gazdája jöjj, oly régen nem örültem. Jöjj hát mosolyogni, jöjj egy kicsit még örülni velem. Török Szofi egyik legszebb Esztergomot idéző versét hallottuk, és ha kicsit a lovasságból újra a hétköznapok mélységeire, vagy hétköznapok bazóhangba, nem csak az ideálban él az ember, hanem természetesen az anyagi valóságban is. És ennek a barátságnak az alapját egyébként, vagy hát a találkozásnak az alapját azt teremtette meg, hogy Babicsék gyakran váltott kellett, hogy aláírjanak, és mivel Enzinger Ferenc banktisztviselő volt, majd később a takarékpénztárnak az igazgatója, ezért tudott ebbe segíteni, és akkor fedezték föl egymás szó szerint, hogy hát valahogy közös szellemi mesdén mozognak, és erről egy néhány sort hallgassunk meg, hogy milyen is, amikor Babicsékát anyagi segítségért folyamodnak Enzingerékhez. A Török Szofi ír Enzingeréknek. Akkor közben megmutatom, hogy milyen pénznemekkel, milyen pénznemekről van szó, amit éppen hát proklamálnak, amire szükségünk van. Drága Juliskám, illetve drága Ferikém! Utánvétes csomagunk érkezett, és 20 pengő hiány kevés a pénzünk. Arra kérlek benneteket, hogyha lehet, adjatok 100 pengő kölcsön, s a mellékelt csekket Feri lesz olyan kedves holnap a bankban beváltani, amiből visszatéríti magának a kölcsönzött összeget, ha pedig nem volna otthon ennyi nélkülözhető pénzetek, adjatok 20 pengőt, és a többi 80-ért holnap délelőtt beküldök a bankba. Előre is köszönöm nagy szívességeteket. Ez összeget Fábián bácsinak adjátok át. Sok csókkal, Ilona.
Fábián bácsi kérdése lehet, hogy tőle vásároltak kétszer is babicsi telekszelvényeket, úgyhogy a 998 négyszögőre dagadt aztán a kert. Ezt is Einzinger Ferenctől tudjuk egyébként, ő jegyzetbeli a leveleket ilyen módon. A másik téma, amiről nagyon keveset leveleznek, már az előbb említettem, az a bizonyos Babics Ildikónak a témája. Hát Einzingerékkel egyáltalán nem esik szó a kislányról, sokkal inkább a szülőknek. Egyszer a Tanner család felé Török Szofi ír az édesanyjának, meg máskor a Babics édesanyjának írja az esztergomi levelezésben, hogy is érzi magát a kislány. Úgyhogy a következő néhány percben akkor Babics Ildikóra emlékezzünk, és akkor az előadás záró fejezetei majd Ádázról fognak néhány levelet hozni. Ildikónak jót tesz Esztergom, kövér és piros. Meglátja anyuka, mennyire is kislányunk van. Nagyon jó gyerek, egész éjjel alszik. A messze kert utakon, lépcsőkön, teraszokon, a fűvek tengere közt, s könnyebb, a zöld here közt, sugaras domb oldalán, és fönn a cseresnyefán. Cseresnyefa tetejében, homokja sejjel, ölében, vagy hintán, felleg előtt, meg-megpillantunk őt, hol erre, hol arra, mint hogyha lepke volna, amilyen egyszerre annyi virághoz hű tud lenni. Itt is, meg ott is van, elisszál, mégis ott van, mert mindig visszajön, és éppen ilyen ül. Mindenfele villog a hajából a pántlika, vagy hátán a piros X, amit a kötényen ír. Ez a csöpdomb, ez a kert kacajával telített, mint zöld lugas, ha csak egy pöttönke mély beleszáll, zsongással mind tele már. Hogy még az a búsabb hegy, hogy még az a némább táj, amit magamban hordok, én soha se boldog, az is tele lesz tőle. S ha behúnyom a szemem, megint oda benn, azon a néma hegyen, a csüggesztő sötétben, amint gond és gyűlölet sok mérges völgye fölött szálmos pirosan, vagy kéken, hol erre, hol arra, minthogyha lepke volna. Mint azok a tarka szín lepkék oda lenne a réten, ahol a kert tövében egymásra hajlik a szélben a zöld here és a balda cím. És akkor egy nagyon izgalmas történet, Ádász kutya története, mert ugye Lákos is egy külön személyiségként ül az asztal mellett, és így is becsülték meg őt egyébként, mert majdnem 4-5 levél, és engedjék meg ezt, bár hosszasnak tűnik, de a tartalma ide, hozza őket ide az est levelezésével, hogy hogyan is gondoskodnak róla a téli időben. És azt is nem olyan régóta tudom magam is, mert a Téglás János említette, hogy ismeritek-e a Trucciuk című novellának a részleteit, ahol Babics hosszasan időzik ennél a témánál, hogy milyen is az, amikor egy kiskutya megsértődik, főleg, hogyha nyilván fölismerik a kutyának a fajtáját, ez egy fox terrier, tehát egy igazi a témán rajta lévő kutya, egy igazi kotoré vadászebb, aki addig nem nyugszik, amíg az ellenségét földre emberíti. Tudjuk is, hogy nagyon gyakran Babicsék kellemetlen helyzetbe kerültek a kiskutya miatt, mert a szomszédos csirkeházból a csirkéket levadászván Babics elé terítette, szegény az étteri magasúba próbált kerülni, amikor észrevette, hogy néhány áldozat a teraszon található. És most arra kérem, hogy Claudia részletével folytassuk. A gyerekek találtak itt rá többször, ugyanis amikor a gazda mérgesen ráparancsolt a kutyára, akkor elbújt egy mélységes lyukba, amit az esztergomi ház kertjében talált meg, és a gyerekek itt találtak rá többször. A gyerekek találtak itt többször, és később aztán, ha verés után nyomtalanul eltűnt, már tudták, hol keressék. Ők nagyszerűen mulattak a kis fennevad eredeti dacoskodásán, el is nevezték a búbóhelyét. Fontos pontja lett kincses szigetük titkos térképének.
Időnként felfedező utat tettek oda. Egyszer egy labdájukat is ott találták meg, régi szállat csontok, összerágott fadarabok közt, amiket a kutya apránként odaportott. A gyerekek kicsit barbár szóval nevezték el ezt a helyet, azon a hanyag keverék nyelven, amit a levegővel szívnak magukban, így lett a neve Trucjuk. Tehát a kutya megnehezted, s elbújt a Trucjukba. Ez a történet a kiskutyáról, hogy ennyire szerették, így kezdődik, hogy, tehát úgy kezdődik, hogy Enzingerék ugye őrizték télire a kutyát, de aztán ez bizonytalanná vált, és Enzinger Ferenc így ír Babicséknak 32. február 13-án szép levélben, és így kezdődik a történet. És érdemes figyelni, hogy a hosszú levél aztán egészen összezsugorodik, nagyon észrelmas, úgyhogy ezt ajánlom szíves figyelmükbe. Kedves Ilóka és Mihály! Ígéretem szerint befizettem Ádáz 1932. évre járó adóját, és az arról nyert nyugtát megőrzés vagy netáni igazolás céljából mellékeltem megküldöm. A 99/1932. számú kutya jegy már Ádáz nyakán, ki különben a körülményekhez képest jól érzi magát, különösen mert a hideg idő óta a konyhában tanyáz. Régen nem kaptunk rólatok hírt, de remélem és kívánom, hogy nagyon jól vagytok. Én most a téli teljes zárlatban fújtoklom, csak ebédelni és vacsorázni járok haza. Kész csók és üdvözlettel vagyok. Feri. Ferinek hálásan köszönöm szegény Ádámról való irgalmas gondoskodását és a hitelt. Én egyre azt képzelem, hogy ebben a szörnyű télben megfog szegény pára, vagy éhen pusztul. Úgy volt, hogy egy kutyaimádó barátnő magához fogadja, együtt akartunk utazni érte Esztergomba, de az újból kitört nagy hideg miatt a kirándulást elhalasztottuk. És most már nem is tudom, odaadjam el, vagy még ezen a nyáron tartsuk meg magunknak. Ádász kutyám itt hevesz mellettem. Amióta gazdád éllettem, ez a hely a legjobb hely tenéket. Nem érhet itt semmi baj se téged. Rajtam csükk a szemed. Hív imádás, együgyű szálán csükk, boldog Ádáz. Mert boldog, ki jámborul heverhet valami nagy, jó hatalom mellett. S te jámbor vagy, bár olykor asszonykád hosszújára megrabrod a konyhát, s csirkét hajszolsz vadul a salátás ágyakon át. Jámbor, noha Ádáz. Elcsavarogsz néha messze innen, el is tévedsz kóbor hegyeinkben, avagy titkos kalandjaid vannak. Áktép, gonoszedek rád rohannak, zápor is le, szőröd, bőröd átáz, ázva, tépve jössz vissza, kis Ádáz. Visszajössz, mert ugyanhova mennél, hol lehetne egyéb helyen ennél? Szimatodból ezer láthatatlan ösvény vezet téged mindenhonnan, hívedben, mint bennünket a látás. Minden ösvény ide vezet, Ádáz. Tudod, hogy itt valaki hatalmas gondol veled, büntet és irgalmaz, gyötör olykor, simogat vagy játszik, hol apádnak, hol kínzódnak látszik. De te bízol benne. Bölcs belátás bízni abban, kit nem értünk, Ádáz. Ó, vár, hogy te pihensz lábamnál, bizalommal tudnék én is annál megpihenni, aki velem játszik. Hol apámnak, hol kínzónak látszik, ég igazda. Bosszú megbocsátás. És úgy nem értem, mint te engem, Ádáz. Kedves Ilóka, sietve közlöm, hogy Ádáz holnap szombaton, ismét délután 1 órakor vonattal megy. Érkezik nyugatira 3:43. Okvet nem kérem várni, mert a kísérő Folló Kornélnak sürgős útja van. Kész csókkal, fel. Ádáz, stop. Nyugatin, stop. 3 előtt szombaton érkezik. Stop.
Várjátok! Stop! Egyszerű. Kedves Juliskám és Feri! Nagyon hálásan és szeretettel köszönöm nektek, hogy Ádáz körülményes és bajos Pestre szállításán keresztül vittitek. Nagyon sajnáltam és szégyellem, hogy barátságotokat ilyen dolgokkal kellett megterhelnem. Szegény kutya iszonyú maszatosan érkezett, de jól küldettem, új szíjakat vettem neki, és annyira kicsinosodott, hogy ez az elvált asszony ismerősöm, aki felfogadását elvállalta, egészen el volt ragadtatva tőle, és már úgy látszott, hogy Ádáz öregkorára fényes és boldog helyzetbe került. És én nagyon örültem, hogy elpusztítását annyi baj közt mégis megakadályoztam. De sajnos két napi boldog élet után Ádáz új gazdájától a múzeumkert közelében, régi lakásunk mellett megszökött. Új gazdája, aki nagyon megszerette, kétségbe esetten keresi. Elképzelhetetlen nagy nyomozás folyik utána, állatvédőknél, gyermesteri hivatalnál, rendőrségnél, rendőrszemek szabályos körözőkkel keresik, a rádióban már kétszer bemondták eltűnését, és 10 pengő jutalmat tűztünk ki a megtalálónak. De Ádáz nyomtalanul eljutott. A történethez, ehhez a 32-es levélhez mellékeli Bodri Ferenc a jegyzetét, és jó hallani az ő személyes hangját is erről az egész történetről. Ugye egy jegyzetelőnek, egy kódex írónak nem sok lehetősége van, hogy a személyes véleményét is belecsempészze a történetben és miniatúráiba, hanem annyit, hogy ilyen módon csak egy személyes mondat, hogy a történet folytatását Homály Fedi Ádázról, de megőrmendeztet, hogy egy 1934 nyarán készült fényképen Ádáz is ott ül gazdája előtte. Mégsem volt hiába való az a hatalmas nagy fajtóvadászat, ami a kiskutya után zajlott. Most az utolsó levelet pedig, ami a mai este elhangzik, egy elég megrázó történelmi helyzetben írták, és ezt viszonylag esztergomiak is és a környékbeliek téma iránt érdeklődők is kevesen tudják, hogy Babicsék a második világháború előszelében tervezgették, fontolgatták azt, hogy Esztergomba költöznek. Ebből a levelezésből jött elő ez a momentum, hogy a mai, ma már éppen lebontják a piacot Esztergomban a Simor utcában, de ott állt régebben Szalva Lászlóiknak a háza, és azt nézték ki maguknak, hogy véglegesen ide költöznek. És hát az erről való aggodalmakat fogalmazza meg Török Szofi ebbe az utolsó levélbe, amelyet ebbe a szép est, ennek a szép estnek az anyagába válogattunk. Az elhatározás érzelmi részében persze még nagy zűrzavarban vagyunk. Ez nem könnyű elhatározás. Sok dolog szól mellette és ellene is. Bas Lóránt az említett árban tűrhető befektetésnek találja, mint tőkemegőrzést. Ha itt ilyen borzalmas világ lesz, mint amit el reggeltől estig rettegek, akkor nagyon jó lesz az ottani viszonylagos békében elrejtőzni. Én is, Ildikó, nagyon boldogan tervezgetjük ottani életünket. Mihályt is sok mindent csábítja, csak a magánytól és az elhagyatottságtól fél, az irodalmi élettől való elszigetelődéstől. De hát hetinként Pestre jön majd, és ha jobb irány lesz, eladhatjuk vagy kiadhatjuk a házat. Mióta itt vagyunk, barátainkkal egyébről sem beszélünk, és mindenki inkább helyesli tervünket, mint ellenzi, kivéve Gellértet. Aki valóságos agyrémmel Esztergomot veszélyes helynek tartja a tótok miatt. Lászlóék, azt hiszem ez a nevük, azt mondták, hogy ti nagyon örültök oda költözésünknek. Ez nekünk nagyon jól esett. Gondolhatjátok, hogy az Esztergomban való letelepedés előnyeibe erősen belekontemplálhatok a ti barátságotokat. És hogy mégis az esnek az íve inkább egy idilli hangulattal tudjon befejeződni, ezért a Babics tollából a hegyi szeretők idilliét szeretnénk ajándékozni a hallgatóságnak.
amelyben a látásnak az örömét fogalmazza meg Babits Mihály, az együttlátásnak, és én szeretném megköszönni tehát egy ilyen kis köszönet nyilvánítás keretén belül mindazoknak, akik segítették ennek az esnek a létrejövetelét, a fiataloknak természetesen, a Zsuzsájéknak, a Zsuzsájéknak, Gábornak is, Mikesi Tamásnak, tanárulatnak, akik már nagyon nagy türelemmel várják ennek a levelezés kötetnek a kiadását, egy Cinker és az Olajos családoknak, illetve szeretném elmondani nagyon megtisztelő számomra, hogy sok fiatal művész is eljött az én előadásomra, hogy mi működésünket megnézze, és azt remélem, hogy amiről Babits Mihály írt az egyik esszéjében, azt mondta, hogy fiatal írók, költők és festők özönlik el Esztergomot, és egy új kornak a szellemét hozzák ebbe a városba, hogy ennek az egész estnek, ezeknek a leveleknek, amelyekről itt hallottunk, és ennek a Babits Enzinger barátságnak, a jelenlegi esztergomi barátságoknak a lényege talán a kapcsolat, az egymással való odafigyelés, az egymás munkájának támogatása és annak a teremtő erőnek a megbecsülése, amely egy különleges földrajzi helyen létre tud jönni. És ezzel a szép parlónképpel, amit az előadás nyitó képeként mutattam, valahogy ennek az erőnek a keresését próbálnám demonstrálni, bemutatni. És akkor hallgassuk meg a záró Babits verset, és utána még szeretnék mikor az alkony szelleme a délutánra száll, titkosan, mint távol zene, a hegyi szeretők szeme a tájon szerte jár, mintha végig lenne harcárjon négy madár. A föld most már az istené, a nap lanyhán üget, mint ló az istálló felé, a fény lármája s a mély dongása is süket. Zöld dombok tárják ég felé prémes mezőjüket. Prémes mezőkön, mint a füst, márványzik át a szél. Nem füst az, csak a halkezűs borzongás, mely elhal s újra kér, ahová csak az égi est altató csókja ér. A hegyi szeretők szeme egyszerre látja ezt, mint egy látcsőnek két csöve, vagy két hangszerből egy zene, ha a biszton összerez. A látás testvér üteme olyan egyszerre fest. Milyen jó nékünk édes, itt és messze hagyva. Lásd a városok szűk útait, ahol mindenki csak kicsit lát, és mindenki mást. Milyen jó együtt látni itt, egyet és óriást. És mivel az est emlékezik Bodő Ferencre, ezért figyelmünkbe ajánlom ezt a kis kiállítást, amit az ide érkező tiszteletére állítottak össze a Zsuzsiék, és azt az üzenetet, az 1983-ban készült egyébként, vagy akkor születtek ezek a kéziratok, eredeti kéziratok, amelyet Bodő Ferenc úgy gyűjtött össze, hogy levelet írt, felkéréseket írt az akkor élő legnagyobbaknak. Tehát gondoljunk itt Nemes Nagy Ágnesre például, egy fiatal irodalomtörténész hölgyek vannak itt, akik Nemes Nagy Ágnessel foglalkoznak, vagy Ottlik Gézának, vagy Képes Gézának, vagy Rónai Györgynek, és még folytathatjuk, Tandori Dezsőnek, és azt kérdezte tőlük, hogy ki neked, mit jelent neked Babits Mihály, vagy milyen gondolataid vannak, mit fogalmazol meg akkor, ha Babitsra gondolsz. És erre nagyon sok és nagyon különböző válasz érkezett, és egy kiadványban ezeket az eredeti példányokról, hogy a replinteket készítettek, és akkor azt tudta össze egy mappába. És ez így kiadásra került, Főhajtás Babits Mihály előtt egyébként, ez a címe a kiadványnak. És ebből nagyon megérintett mindannyiunkat Ottlik Gézának a szövege, és akkor ezzel szeretném megköszönni a figyelmüket. Micsoda egy költő? Ki Babits? És mire jó? Megmondom. Közhasználatra a földön túli vigasztalás, hogy van ilyesmi, mint Babits Mihály. Mi, olvasók, egy ekkora mérkőzés,
Babits Mihály nem tudunk felfogni teljes egészében, nem azért, mert buták vagyunk hozzá, hanem mert rövid erre egy ember élet. Kevés 70 év. De éreznünk kell, hogy olyasféle, mint egy rét, egy tárgy, egy fa, egy kő, egy kávédaráló, egy tócsa. Út kanyarulott. Mire jó egy rét? Futkározásra, heverészésre, feltérképezésre, csak nézni, de lepedőnek is jó, közhasználatra. Azonban ismerni kell ahhoz, hogy vigasztalhasson, akkor megkapjuk a rét zöldjétől, Babitstól, lombon átszűrt napfénytől a teljes égbolt vigaszát.